vicceket 90-es évek elején kezdtük el próbálni. Először is egy fotós barátunk, Somosi Lajos kiállítására készítettünk egy rövid performanszot, és ebből indultunk ki, később ezt fejlesztettük tovább. Znači, počeli smo da radimo predstavu Vojca, mislim da radimo na probnom procesu početkom 90-ih, na povodom otvaranja izložbe našeg prijatelja Lajosa Somosija. És hát időközben a jugoszláv polgárháború elkezdődött és kiteljesedett, és valójában ez a darab részünkről és részemből is egyfajta színházi válasz volt az akkori történésekre. A u međuvremenu su počeli građanski ratovi i došli do vrhunca i ovaj komad je zapravo postao naš neki odgovor na dešavanje. És volt egy nyelv címe is, hogy Vojcek Szarajevóban. Ima je i podnaslov Vojcek u Sarajevu. Mivel hogy az volt a szándékunk, hogy akkor az éppen ostrom alatt álló városba elviszik a darabot. Čisto naša namera je bila da nosimo ovaj komad u taj grad koji je upravo bio pod okupacijom. Én annó a jugoszláv néphadseregben ott szolgáltam, de Szarajevó ez a város számomra még plusz nagyon kedves volt, nagyon szép emlékeim. Ja sam nekada davno bio u JNA i imao sam jako lepe uspomene vezano za taj grad. Tehát több barátomat hagytam ott, és szerettem volna velük találkozni, és így milyen nekik átnyújtani ezt a darabot. Ostavio sam tamo više za mene jako bitnih prijatelja i između ostalog zato sam htela da donesem tamo ovaj komad i da im pokažem, da im dam. Ezt nem sikerült véghez vinni, mivel komplikált volt, tehát nem tudtunk átjutni a blokádon, úgyhogy nem játszottuk soha ezt a darabot a Szarajevóban. Ovo je bilo naravno nemoguće, zato što nismo mogli zbog situacije da pređemo blokadu. Znači, ovaj komad nikad se nije odigrao u Sarajevu. Ennek ellenére a mai napig játszuk szerte a világon, bejártuk vele az egész világot, és ez a legrégebbi darab, amit repertoárban tartunk. Uprkos tome, mi ovaj komad igramo od tad, i stvarno smo prešli ceo svet sa ovom predstavom. Mert valahogy a témája, tehát a mi megfogalmazásunkban mindig is aktuális volt a világ. Valamelyik pontján mindig, de folyamatosan találhatók ilyen háborús helyzetek, amelyekre kicsit utalunk a darabban. Znači, iako su ratovi ovde prestali, ova predstava je zapravo ostala jako aktualna, zato što svuda po svetu postoji tih tačaka gde se nalaze te ratni momenti. Változott az idők folyamán ez a darab? Nem változott semmit, és a 7 előadóból 5 még az eredeti, tehát csak két beállás van, két műszerek. Da li se išta menjao u komadu tokom ovih vremena, koji je bio ne, nije se menjao, a od 7 izvođača, 5 je isti kao i tad, na početku. Da li je moguće da ipak nekako odete u Sarajevo sa predstavom? Ja bi voleo da idemo. Ja mislim da ćemo jednu danu stići. Az a közönség, aki nem érintett ebben a témában, az hogyan fogadta ezt a darabot? Ona publika koja nije u direktnoj vezi sa ovom tematikom, kako su oni prihvatili? Különbség direkt módon általában nem érintett, de tehát a darabnak van egy univerzális hátterét, tehát az emberi őrületről szól, és már ezen keresztül is bármikor, bárhol meg tudjuk szólítani.
znači publika većinom nije direktno u vezi sa ovom temom, ali ovaj komad ima neku univerzalnu pozadinu, govori o ljudskom ludilu, o bezumlju i zato možemo stići do publike preko toga. Mik azok a kifejező eszközök, amivel prezentálják ezt a lelki állapotot? Koji su oni, ona sredstva kojima prezentuju tu, to stanje? Tak bih i prvo z ironijavom, tako da groteske ugovodaš muda. Bez svega je to ironija i groteske izražavanje. Köszönjük szépen. Gondoltam még ilyen általános kérdést feltenni, hogy meddig tart a darab, hogy vizuálisan milyen élményekkel gazdagodnak azok, akik koliko traje komad i koje vizualno vizualni doživljaj dobije onaj koji pogleda. Egy óra hossza, egy óra és valány perc, a darab hossza, rendkívül vizuális mozgásszínházról van szó, ahol egy nagyon pici térben rengeteg tárgyat, eszközt használunk, és tehát maga darab egyfajta vizuális ütvesztő, labirintus, predstava traje sat i nekoliko minuta i pun je vizualnih elemenata, imamo i boga što se toga tiče, u jako malom prostoru jako puno objekata pokreću aktori. Mint említett az előadáson, amikor a 90-es évek elején született, jártak-e már vele Szabadkán, vagy akár Kanizsán bemutatták? Igen. Én, mint fiatal kérdezem. Igen. Szabadkán is játszottuk, még akkor álló Népszínházban játszottuk, és Kanizsán is a Vigadó épületében. Tehát Kanizsán és Szabadkán is játszottuk. Da li su igrali predstavu u Subotici ili u Kanjiži do sad? Za tih 20 godina, više od 20 godina i odgovor glasao da, zapravo su igrali i ovde u starom pozorištu koji više ne postoji i u Kanjiži isto. Nego iz kjerdeša, kino znam, ne da se još maša je ovo, jelanad njega pogledat, ne dolgozam nešto. Predstavim što vi radite sad. I... Ne, to par sam mišti gledu u darabom dolgozam, edve fezak, edje fezak, edje radim trenutno u Francuskoj, uvek radim, odmah kad završim jednu predstavu, počnem novu, nema još naslov, novi projekat, mogu da kažem za sad samo toliko da ima tri aktera i dva muzika.